Egyre jobb az idő napközben, ha tavasz közelettével lassan megjelennek a motorosok is az utakon. Vannak, akik már rutinos motorosként vesznek részt a közlekedésben, mások viszont most ismerkednek a szabályokkal. Meglepő a, a korosztály, szórás. 14 évesen kezdünk, ebben az évben már egy nagyon jó program keretében egy sulimoperet indítunk ismételten az évek hosszú folyamán már ugye sikeresen. Ott ugye 50 embert fogunk indítani, de ezen felül középkategóriásban, úgy mondom, tehát 125-ös, illetve nagy kategóriában is több száz emberről van szó, csak megyében akik az útra kerülnek, akikből új motoros lesz, tehát nekik ugye még gyakorlat kell majd, és főleg ami a legfontosabb, és minden motorosnak és autósnak türelem. A legtöbb balesetet az okozza, hogy a hosszú téli hónapok kihagyása után hirtelen ülnek az emberek motorra. Ilyenkor célszerű per kisebb, óvatosabb kör tenni a tavaszi szezon kezdete előtt. Hiszen nem csak az aszfaltnak kell melegedni, hogy elérje a motorozáshoz ideális hőmérsékletet, hanem a motort is be kell járatni egy hosszabb út előtt, és a vezetőjének is érdemes feleleveníteni a fogásokat és a kresszabályokat. Mindenképpen azt javasoljuk, hogy készüljenek fel erre az új közlekedési eszközre, mind a jármű, mind pedig saját magunk tekintetében. Tehát készítsék fel a járművet arra, hogy motorozni fognak, amit szükséges, húzzanak meg, zsírozzanak le, és próbálják is ki. Gondolják át, hogy egy más módon fognak közlekedni, sokkal veszélyesebb eszközzel, és ez szükséges az, hogy biztonságban legyenek egész évben. Az oktatók azt tapasztalják, hogy az autósok egyre előzékenyebbek, így a motoros és autós társadalom egyre közelebb kerül egymáshoz, ami jelentősen csökkenti a balesetek kialakulásának lehetőségét.